Nemes Sándor házán vagyunk, egy családi birtokon, és két család képviselője van itt köreimben, akiknek fel szeretnék tenni egy pár kérdést, bemutatkozásképp. És nem kell hosszan válaszolni rá, csak amennyi jön. Az első kérdésem az az, hogy miért döntöttetek úgy, hogy kiköltöztek a természetbe? Nálam úgy volt, hogy olvastam a könyvsó, Anastasia. Ma 2005 volt az első részei. És azóta az valahogy ilyen nagyon erős korrespondált szívemmel az én elképzeléseim, amit ma nekem volt. És ja, azóta indultam, és azért ide költöztem, igen. Hát nekem már majdnem nem mondható, mert annyira természetesen most így élni. Szerintem csak a városban élni nekem csak nem lehet. Most már nem lehet, régen már nehéz volt, és az nekem volt a természetesen út élni. Nekünk is a városban már éltünk 5 éve, egy nagyon nagy városban, Hamburgban, 2 gyerekkel, és ez nekünk nem élhető volt, nem éreztünk jól magunkat, és itt könnyebb természetesség. Köszönöm. Köszönöm, hogy magyarul válaszoltok a kérésemre. Mert hogy ugye magyarul megtanultatok, amióta itt vagytok. És ezzel én nekem ez azt jelenti, hogy beleolvadtok abba a környezetbe, ami itt van. És nem ti szeretnétek, hogy a környezet olvadjon velétek. Mit tapasztaltatok magatokon, amióta kint éltek? Tehát mi az a legnagyobb változás, ami az életetekben bekövetkezett, amióta itt vagytok? Illetve a családban. Mindig együtt vagyunk. Az jó nekünk. Gyerekeknek is tetszik, nagyon. Dolgozunk, de mindig hallunk egymásra, és látunk egymásra, és nem kell ki elmenni a munka miatt. Egész nap, vagy óvodába, vagy iskolába. Igen. Az együttlét a legfontosabb számotokra, hogy a család együtt legyen. Igen. Nekünk ez nagyon fontos volt. Jelának és Krisztófnak mi a legfontosabb? Hát szerintem nekem főleg az energiák a legfontosabb, mert amikor felvetünk a felelőssége a területnek, hát létrehoztunk ezt az egész összefüggés energiával. Az egész a terület, a föld, az állatok, a másik energiák, és az védni kell, az nagyon érzünk, hogy ha jön valaki idegen, vagy valamit idegen a területünkbe, akkor az nagyon érzünk, és az mint szavar, akkor az nagyon védni kell. Főleg ezt a föld, amit most van itt a földben, ez az egész hát sötét energiák, vagy hogyan mondunk, hogy lesz ezt a terület, ezt a családi birtokunk, csak a miénk és egy ilyen védett terület nekünk, a mi családunknak, és amit összefügg a családunknak.
Ja, és éreztünk minél több, hogy nagyon erős ez egy ilyen családi birtok a védő szempontján, és de azért is dolgozni kell, az is észrevettem. Kezdtem, mint egy gyerek, és teljesen fej nélkül tulajdonképpen, és minél több idő érzés, az, igen, és igen, és rendben. Nekem azért különleges ez a hely, mert Magyarországon itt ébred föl először az az igény, hogy emberek együtt élve a természettel közösséget is hozzanak létre, és hogy ez a közösség ez nem csak egymással, hanem a tájjal is összhangba kerüljön, illetve a faluban élő emberekkel is, tehát a magyar emberekkel, és nagyon felnézek rátok, hogy ezt egy másik kultúrából érkezve, de itt Magyarországon mégis meg tudtátok teremteni, és úgy, hogy elsősorban együttműködve a helyi vezetéssel. Vannak-e olyan dolgok, amik nehézségek, vagy javítani szeretnétek rajta mostanában? Amit úgy érzetek, hogy feladat meg kell oldani, ami nehézség is lehet. Hát a közösségi dolog az nagy rész, és az senki nem tanult az életben, mert mindig úgy tanultunk, hogy ott van a tana, ott van a Schüler. Diák. Diák, igen. És a diáknak kell csinálni, amit a tana mond, és kész. És most új életmód fel kell építeni, hogy a saját felelősségéről kijön, amit csinálunk, és amit együtten csinálunk. És itt senki nem a főnök, hanem mindenki a főnök, vagy egy szintén benn van, és azért valahogyan ki kell találni, hogyan működik egy új közössége. Azért az egyik rész, és a másik rész, biztos az összefüggés a faluval, és hát a magyar emberekkel, akik már mindig itt laktak, és az világos, hogy nekik nagyon furcsa, hogy ide jönnek idegen emberek, és mit csinálnak, és együtt kell dolgozni velük is. Örülök. Anne? De milyen? Mit érzel feladatnak itt? A saját persönlichen Entwicklung. Személyes fejlődés. És a családdal fejlődés. És plusz az a közösség fejlődés. Az nekem is nagyon fontos, mert az is hiányzott nekem a városban nagyon. Szomszédság és igazi zwischenmenschlichkeit, also igazi szomszédság, igazi barátság. Barátság. És egyetlen kérdésem van még, és majd a Szilárdot is kérjük, hogy hozzászóljon az előzőekhez is, és most is, hogyha tud jönni, hogy azoknak az embereknek, akik még most csak néznek benneteket kívülről, mit mondanátok, mit ajánlanátok, milyen jó tanácsot adnátok annak, aki azt gondolja, hogy ki szeretne jönni, így szeretne élni,
akár a saját mintátokból, példátokból kiindulva, akár úgy általánosságban véve, hogy mi az, amit megtegyen, mi az, ami jó lehet, mi az, amit kerüljön el, vagy nem is tudom. Tehát ami nektek eszetekbe jut. Vagy mondjuk nekem. Én még nem lakom kint egy ilyen birtokon. Mit javasolnátok nekem? Indulni. Kezdeni és nem félni, akkor az a szerintem a legtöbb jegy, amit megismertem. De ez is kell tanulni, nem félni. Igen, persze. Uh-huh. Igen. Szerintem mindig megoldás megvan. Van ilyenek, amit amit tapasztalunk, hogy van nagy csoport emberek, amit szívben tulajdonképpen kívánnak, de folyamatosan néznek a problémák, és a problémák miatt azért nem lehet kezdeni. Uh-huh. És néhányszor nagyon, nagyon vicces is, mert talán az nagyon kis probléma tulajdonképpen, de igen, szerintem ez a legfontosabb, csak kezdeni és uh-huh. jönnek. És ilyen rendezvény, uh-huh. amit mi kezdjük, ez nekem is nagyon tetszik. Mindenkinek a saját sebesség indulhat, és fejlődhet. És az nem annyira dogmatikus, vagy teljesen nem dogmatikus tulajdonképpen, mint másik rendezvények uh-huh. talán. És akkor biztos mitől függ, hogyan, de ha valaki akarja meg valamit különös csinálni ebben az időben, nyugodtan tudja. Uh-huh. A saját birtokon ő a saját főnök, és nem kell rechtfertigen. Was heißt rechtfertigen? Er muss sich nur selbst rechtfertigen. Ja, mindet. Ja, okay. Akkor indulni is. Jó. Igen. Hát az először jött a fejembe, hogy csak indulni kell. Igen, és hát itt több ember van, és sokféle módszer, hogyan kezdhető, vagy hogyan fejlődéshető egy családi birtok, itt látható. Mm-hmm. És az nekem a nagy előny ezt az ötletben, hogy mindenkinek van a saját igényeik, és amit akarja, vagy kell, és szabad felépíteni, ahogyan mm-hmm. mindenkinek magának jó. És ezért szerintem nem sokat kell mondani az embereknek, hogy csak meg, okay, akkor ha kell neked, akkor indul. Tessék, mm-hmm. indul. Ez szerintem ez az, mert nem, az előbb nem lehet mondani, ez olyan individuális út, uh-huh. és individuális följönnek a problémák, vagy a bedörfnisze. Igények. És a megoldás. Az nagyon individuális, és igen, az tehát mindenki másképp éli meg, mindenkinek a maga csomagja persze, nyílik igen, ki. Igen. És a saját megoldásait mm-hmm. kell megtalálni. És attól csak nem szabad félni. Az mm-hmm. az, hát nem szabad félni, ez éppen elég. Nem is fontos félni. Nem is fontos félni. Szilárd, jönnél egy picit még? Ugye az első kérdés, hogy én vagy mi miért jöttünk ki, az azért szerintem elhangzott már, tehát
abban találom a legjobban, vagy abban vagy azt találom nagyon kifejezőnek, amit te úgy mondtál, hogy az ember érez valami űrt, ami nincsen betöltve, és akkor mondjuk azért a többségében az emberek városban élnek, akkor ott megpróbálják ezt kielégíteni, hogy természetes natúrtermékeket vesz meg, esetleg mit tudom én, aztán elkezd nem húst tenni, meg elkezd figyelni a növényeket, állatokat, de hogy azért az ott nehezen kiélhető még sok szempontjából, és mi úgy éreztük, hogy az az űrt, ami bennünk van, amit először észre kellett venni, el kellett ismerni, hogy van valami, ami nem teljes, akkor mi úgy tudtuk betölteni, hogy kijöttünk teljesen a természetbe. Tehát, hogy ez a lényege, hogy ezért jöttünk ki, hogy érezzük, és akkor az még nem a vége a történetnek, hanem csak most indul. Tehát az, hogy szerintem az igazán izgalmas része az életünknek, az talán még csak most indul. Úgyhogy most már nincs az űr, de van egy nagyon nagy mélység, amit még abszolút nem merítettünk ki magunkban. És akkor viszont ezen a helyen, ahol lakunk, nagyon optimálisak a feltételek arra, hogy ezt az egyre mélyülő tapasztalatot, amit az emberi élet megélése adhat, ezt így elkezdjük kimeríteni, nyilván megtudni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Egy nagyon, nagyon sok szempontból egyáltalán tényleg megismerjük ezt az egész környezetet, meg önmagunkat, mert azt hittük, hogy ismerjük, aztán rájöttünk, hogy egy ilyen kis cipős dobozba zárt kis egérkék vagyunk, akik néha kijönnek a kis lyukon valamit, de hogy teljesen fogalmunk sem volt, hogy milyen mélységei vannak a valóságnak, és ez egy hosszú út, de most elkezdtük felfedezni. Igen, tehát ezért döntöttetek így. Mik az előnyök, hátrányok, amiket megélsz? Az előny az egyértelműen az, hogy ezek olyan halk dolgok, ezek nem olyan nagyon hangos, vagy harsány, vagy nyilvánvaló dolgok adott esetben. Az, hogy van egy környezet, a természet, ami nem mondja meg, hogy mit és hogyan kell csinálni, és nagyon hamar azzal szembesülünk, hogy mi, tehát nagyon ugye, nagyon hamar önmagaddal szembesülsz, látod a tetteidnek a következményeit, és tudod, hogy mind a te döntésed van. Nagyon nyilvánvalóak a dolgok, ha itt vagyunk a családban otthon, hogy amit ott csinálunk, építkezünk, vagy ahogy beszélünk egymással, vagy amiket megélünk, hogy ez rólunk szól. Tehát annyira ott vagy te önmagad előtt, és tudod, hogy a te döntéseiden múlik az, hogy milyen az a valóság, amit megteremtett. Ez annyira nyilvánvaló, hogy ezáltal sokkal könnyebb, letisztultabb minden. Tehát nem kell azzal foglalkozni, most akkor valaki más döntött helyettem, vagy olyat csinálok, amit igazából nem akarok, hanem nagyon ott van az, tehát egyre tisztábbá válik ez a létezés, és ez nagyon jó. Tehát ennek csak a felszínét kapargatjuk, igen. De hogy ez nagyon jó, tehát ezt mi nagyon élvezzük. Ez együtt jár nyilván nyugalommal, kiegyensúlyozottabbak vagyunk. Egyszer, másszor pedig az is igaz, hogy mindenféle energiákat sokkal inkább behagyunk átáramolni magunkon. Tehát nagyon őszinte. Tehát ha kiabálunk, ha nem tetszik valami, akkor kiabálunk, de akkor az szabad, és az kijöhet, és tudjuk, hogy az is rendben van. Tehát nagyon, tehát ez egy gyógyulási folyamat. Tehát olyan sok minden volt elnyomva bennünk, hogy elkezdtünk ki mindent felszínre hagyni, hogy a felszínre jöjjön, és ez a legjobb része, a lényege. Azon túl, hogy most saját paradicsomunkat esszük már, meg mit tudom én, ez hozzá tartozik. Ami kihívás, az csak annyi, hogy néha van még olyan, hogy kételj fölmerül bennünk, hogy esetleg valamit hogyan tudunk megoldani, vagy meg tudunk-e oldani, és fontos, hogy tehát folyamatosan ez olyan, mint egy ilyen fitness stúdió, mindig gyúrsz bizonyos részeidre, bizonyos izomcsoportokra, csak itt ugye ezek nem fizikaiak, hogy fölülkerekedj a kétségeiden, hogy a teremtő erődbe bízzál, és hogy ezek milyen nagyon sok kihívás van, nem csak a saját családi birtokon, hanem itt az egész családi birtok településen is, hatványozottan, de ezek mind, tehát emberi konfliktusok, vagy bármi,
de mind-mind építő jelleg, vagy esélyt adnak arra, hogy maximálisan tudjál tovább fejlődni, és ezek kihívások, ez amit esetleg nehézségként lehet megírni, vagy ha gyerekekkel kapcsolatban van valami kihívás, de hogy ezek, igen, tehát benne bele simulnak a pozitív oldalába, hogy ez erre mind van idő és tér, hogy ezeket megéljük. Ez a pozitív, meg a negatív, ha így vesz, de nem is teljesen érvényes ez a, így ez a felosztás. Igen. Hát végül akkor azt kérdezném meg, amit a többiektől is, hogy mit mondanál azoknak, akik most akarnak kiköltözni? Uh-huh. Mi az üzeneted? Uh-huh. Ezzel kapcsolatban az jutott még eszembe, hogy szerintem most teljesen az az időszak van már, hogy senki nem mondhatja meg másiknak, hogy igazából mit kell csinálni. Ez egy nagyon fontos gondolat. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy ezt tőled is ismerem, meg másoktól, akik azért erről írnak, hogy itt az idő, hogy már nem mi mondjuk meg neked, hogy akkor hogyan és mikor, és hogy indulja vagy ne. Uh-huh. De talán tényleg az, hogy ha valakiben van vágy, hogy csináljon valamit, és ez lehet, hogy nem családi birtok lesz, de hogy alapvetően akkor éljen meg, élje ki, ne keressen kifogásokat. Ez tényleg, mert nagyon-nagyon hálás a dolog, amit ezért cserébe kapunk, hogyha ha azon az úton megyünk, amit a szívünkbe érzünk. Ez annyira visszajön, annyira nagy sok megerősítést kapunk, hogy nagyon izgalmas. És ezt én csak kívánni tudom mindenkinek, aki akarja, találja ki, hogy tehát aki tudja, hogy már szeretné, akkor találja ki, hogy hogyan, és fedezze fel ezt a dolgot. De hogy tehát inspiráljuk egymást, de egyébként tehát ez csak belülről lehet feloldani. Egyetértek. Köszönjük szépen mindenki nevében.